Visszajöttünk a kocsihoz, rakok rád világítást, és már nagyon fájt Zoli lába is, ilyes volt, de eszünkbe jutott, hogy van sushi, úgyhogy most azt fog enni. Itt vettük a Lidlbe, még reggel, de ugye van hűtőnk, és az elvileg a wasabi, ugye? Igen, nem tudom kinyitni. Adjak ollót? Hát nagyon. Az jó film volt, a wasabi, mint a mustár, vagy mi volt a neve? Na? Hogy mondod? Az mi? Szója szósz? Én még nem ettem ilyet, de nem is, valahogy nem kívánom. Hoppá. Szereted a szójaszószt, vagy? Nem, a sushihoz kell. De nem rossz, a sushihoznak ad egy ilyen kellemes ízt. És mi az, amit nem nyitottál fel, vagy csak két szósz volt? Nem tudom, ilyen káposztaszerűség szokták hozzáadni, de én azt nem leszem meg. Fincsi. Abban mi van? Tehát, hogy úgy... Jaj. Ezeket el tudod mondani, hogy ezek mik? Nem. Hát... Elve ugye rizs. Ilyen... Hát ez rizs körülötte. Nem tudom pontosan, hogy csinálják a sushit. Nyers hal van belül, és avokádó. Az avokádós? Uh-huh. Az jó, és az avokádós, a halat nem szeretem. Úgy magát rizst, azt úgy megenném. És azt azért kell nyolni hozzá, hogy mert? Uh-huh. Feltőtlenít? Igen, alapvetően azért van a wasabi szósz hozzá, hogy az ember nyersen teszik, és nagy valami bacillus vagy fertőzést elkapjon, ezért amikor eszi hozzá a wasabit, akkor ez fertőtlenít is, mert nagyon csípős, állítólag. Na jó, van, azt még megvárom, hogy megkóstolod, hogy azt teszed? Ezt? A többi milyen? Mindegyik avokádós? Hát, ezek igen, ez nem tudom milyen, ez valamilyen... Ja, ez tudom, ez... Most csak sima rizs, meg hal. Shrimp. Nem, ja? Ez shrimp, rá. Ez ilyen rákocska. Uh-huh. Na, egy kicsit közelre nem mutatom is. Tehát látszik, hogy rák, és ugyanúgy egy rizs tömbön van rajta. Uh-huh. Adunk ennek egy kicsit. Szója, szósz. Még megvárom, azt utána lekapcsolom, mert én is ennék már. Mert a hagyományos botolja. Homemade. Nagyon, igen, és nagyon finom. Csak én most reggel megálltam a sushit, és rákattantam a lébe. Sült hús? Homemade, sült hús. Paradicsommal, meg mustárral. Magyar mustár Angliába. Hát most Skóciába, de igen. És? Hát, ha eszek hozzá a kenyert, nem biztos. Van én még. Érzem a finom illatát, mert úgyhogy biztos jó. Na jó. Jó, tájnak is, ha ezt éppen. Na, újra úton vagyunk, elhagytuk Edinburgh-t, és most megyünk Inverness felé. Most azért kapcsoltam be a kamerát, mert jön egy nagyon-nagyon szép híd. Mellette is van egy másik híd, az is jól néz ki, és nem hiszem, hogy el fogunk menni Invernessig, az 3 óra hossza, viszont útra kellünk, és meglátjuk, meddig jutunk, és akkor most megyünk át a hídon. Próbálnám mutatni a mellette levőt, amelyre tudom, és pont az a vöröses színű híd, most nem annyira látszódik innen, át tudod menni, meg tudod mutatni egy kézzel, Szali? Nem, mert vezetek, jó ide inkább. Úgy gondoltam, hogy... Akkor rádém néz legalább. Nem is két híd van, hanem 3. Igen, a vörös az... A vörös az... Láttam ilyen megnézendők között, a listák között, nem... Pontosan nem tudom a nevét amúgy. Azt tudom, hogy ez a vörös híd az, amit meg kellett volna nézni. Jól néz ki. Tessék! Ja.
Az a baj, pont odarakták a... ezeket a... nem rámpa. Hát a korlát ott van, hogy ne látszódjon a többi híd, sajnos. Nem azért lehet, hogy a híd, hanem... Hát jó, de hogy úgy rakták oda. Átmenjünk rajta, vagy hogy? Tudjátok mit? Elmegyünk, megnézzük azt a hidat. Most én kíváncsi lettem rá. Nem rohanunk sehol, hál' Istennek, úgyhogy miért ne? Jó, hát akkor... akkor nem csak arra jelentkezünk. Igen, és az biztos, hogy ma már Inverness-ben nem érünk el, akkor na sziasztok. Na mindegy, úton vagyunk, megkeressük azt a hidat. Visszajöttünk egy picit a városba. Hát egy kis ízelítő Edinburgh külső részeiről, külvárosi utcáiból. Na ezért nem jelentkeztem be élőben, mert mindig máshol történnek a dolgok. Egyet egy helyről tudtam volna bejelentkezni, ahol pedig az a fő utca volt, de nagyon-nagyon sokan voltak, és én ott nem akartam élőzni. Ott van távolban a híd, amin átjöttünk. Ja, amúgy az is volt, az sokan fesztivál volt, meg ilyen Pride-szerű fesztivál is volt. Van, ha minden igaz, még terülő valami. Edinburgh másik oldalán, tehát amielőtt átjöttük volna a hídon. Hídon. Tehát lett volna egy pont, ahol mind a három hidat láttuk volna, csak hát ezt most utólag tudtuk meg. Úgyhogy most csak így arról jövünk, és nézzük meg ezt a hidat. Hoppá. Forduló pont jött az életünkbe. De szerintem ennyi elég is. Nem? Ott a távolban van egy kilátó, de azt pont nem látjátok, egy picire kis kilátó. És itt a híd, ez jól néz ki. Na mi legyen? Én nem ezt lőttem be, egy másik pontot lőttem be, csak itt helyettem értelem balra. Ja? Értelem meggondolásból. Nem baj, akkor egy kis edinburghi sétán veszünk részt, így mindannyian. Ott a másik híd is, jól néz ki. Ott van két híd, azok már modernebbek. Ez a piros, amit meg akarom nézni, ez egy ikonikus vasúti híd. Ezen jármű vagy személyforgalom nincsen. Nincs? Nincs, vasúti is így van. És megjátszottam most. Kapkodok, jó van, hát most nem tudtam, hogy honnan lesz jobb. Oh, 24 órás parkoló, 125 yardra. Fölküldjem a drónt. Lehet itt drónozni vajon? Vagy fölmegyünk a lépcsőn? Hát akkor inkább a drónt, légy szíves. Jaj. Közben mutogatok mindenfele. Olyan, mint a filmekben az a San Francisco-i híd. Itt vagyunk, Car Park. 6:30-tól reggel 9-ig closed. Mennyi az idő? 19:23. Akkor hogy van ez nyitva? Picit megállítom, és akkor majd visszajövünk, hogyha kitaláljuk. Már ezt még megvárom, hogy defordulunk. Lehet, akkor egy csomó út, és nem zárták még le. Az csak, ami októbertől márciusig volt, valami ilyesmi volt kérve, és ilyen csak szeptember, vagy augusztus van. Jó. Még annyira visszakapcsoltam, most nem tudom, látszódik, hogy ott olyan, mint hogyha szivárvány lenne. Ott, ahol nagyon fényes a híd csúcsánál.
Én látom, ilyen színes, szivárványos. Nagyon jól néz ki. Amúgy jó itt a kilátás. Jól néz ki, és akkor végül is itt parkoltunk le egy pár percre. Szerintem Zoli nem fog drónozni, mert nem töltött el még le az applikációt erre a telefonra. Lett egy új telefonja, úgyhogy lehet, hogy most már nem drónozik, hanem majd akkor a Skót felföldet fogja drónozni. Meglátjuk. Zoli még csinál ilyen 8 millió fényképet, és akkor most szerintem ezzel a képpel búcsúzunk Edinburghből, és akkor a következő vlog az majd csak az útról készül, az majd a következő részben lehet látni. Akkor mára ennyit, és azt, hogy hova érkeztünk este, arról csinálok majd rövid videókat, és azt a következő részben láthatjátok.